Sziasztok! Ma Karadu lakóautómba a vízszint jelzőt próbálom megcsinálni. Ugye itt van egy ilyen control panel, és ez nem mutat semmit. Az akkumulátort mutatja. Mutatja, hogy 220 volt rajta vagyunk, be van kapcsolva 12 volt. És ugye már kiszedtem a víztartályból a szintjelzőjét, de hát a szürke vizet sem mutatja. Először azt hittem, hogy a maga ez a panel, ez a rossz, de hát elkezdtem kiméregetni, sikeresen összezártam két vezetéket, és onnantól kezdve semmi nem működött, de kiszedtem ezt is, a control panelt, meg kiszedtem a vezetőülés alól az egész központi rendszerét. Ez a központi rendszer, ezt kompletten kiszedtem, mert ugye itt van egy rakásbiztosíték, ez az összes működött, jó volt. Akkor van biztosíték itt az akkumulátor mellett is, az indító akkumulátor mellett, ott se találtam, ami rossz lenne. Ugye van egy akkumulátorunk ott is, a munka akkumulátor, ott meg nem találtam első körben biztosítékot, tehát biztosra vettem, hogy ez beszart. Elvittem szerelőhöz, aki két napot túrázott rajta, és megállapította, hogy minden jó. És biztos, hogy van még valahol biztosítékom. Az inverter van felfogatva, ott majd egyszer lecserélek. És akkor ott az akkumulátor, és itt mögötte nem találtam semmilyen biztosítékot. De mondtam a szerelősrácnak, hogy akkor még tovább túrok, mert apámnak is a lakóautójába egyszer kiment az áram, és egy félnapos keresgélés után találtuk meg a kiment biztosítékot. Hát itt is megtaláltam, és mindjárt mutatom, hogy hol. Hát itt találtam meg a biztosítékot. Mert erre nem gondoltam, hogy itt van egy, és ez a 10 amperes, ami eredetileg 5 amperes volt, ez volt kimenve, és utána működött minden tovább. De ennek az egésznek az lett az előnye, hogy megnézte szerelő, hogy kiméregette a control panelt, mert ugye már, hogy rossz volt a mind a két víztartálynak a szintjelzője, én meg voltam győződve róla, biztos a control panellel van valami, de ő kimérte és azt mondta, hogy ez a control panel tökéletesen működik, úgyhogy valószínű a jeladók rosszak. Na most kiszedtem ugye ezt a jeladót, ez innen van belerakva, ugye mutatom a jeladót is, és ez alulról van felcsavarozva innen, belülről így. És ez a tömítés, ez meg itt van fölötte, így. És ez egy 32-es kulcs kell. Ez pont ráérlik. Ott látjuk, hogy 32-es, de hát én ugye igazi szerelő mindent vízpumpafogóval old meg. Tehát én azzal szedtem ki. És akkor elkezdtem szétbontani a jeladót. Van ez a nagyon fasz a Shout akárhányas jeladó. Ugye itt a stekkerje, és annyit csináltam, hogy kimértem, hogy ez az adója, és ez az összes többi, ez a, hát ezen megy vissza, ez jelzi vissza az áramot, hogy mennyire van a tartály. Ugye ezen jön előre egy, elvileg egy akkumulátor negatív, és ezeken megy vissza, attól függ, hogy meddig ér a víz. Most az összes jó, kivéve a ez, amin előre jön az áram. Ugye itt ki is mutat, nézd, rárajzolt, hogy melyik. A 4-es a legtetteje, az 1-es a leghosszabb. És egyszerűen nincsen jelünk, most nekiálltam szétforagni. Magyarországon ilyet nem találtam, Németországban találtam ilyen 13-14 plusz postáért. Tehát annyit megér, hogy szétszedjem és megnézem, hogy hát ha csak elkorrodálódott benne a vezeték. Na, faragom tovább, és ha jutok valamire, akkor még jövök. Na, sikerült ki bányásznom. És ez a jelvezeték. Ennek kellene működnie, de hát ugye nem működik. Most egyszer annyit megnéztem, hogy így tökéletes. Látod? Életes. Most nem tudom, hogy fogom tudni egy kézzel megmérni.
Ez egy kihívás lesz így. És így megint miért? Hogyha azt oda rakom. Tehát de így viszont már nem. Hogy ott az nem mér. Hát most annyit csinálok, hogy szépen összeforrasztjuk. Kipiszkálom onnan még azt a rittyót, ami benne van. Tehát ez egy gyártás hiba. Nincsen rendesen rápréselve, beleöntötték ezt a trutyit, és szépen ott gondolom egy darabig működött, azt utána már nem. Na, akkor forrasztásra fel. Na, tehát gondolván arra, hogyha az egyik szar, akkor több is lehet sokkal jobb. Sajnos igazam is volt, mert hát azok se jobbak. Most mindegyiket megcsiszoltam, és az összeset megforrasztom. Hogy ne az legyen, hogy egy év múlva megint szétkeszednem valamiért. Tehát forrasztunk, gyerünk. Na, mindegyiket végigforrasztottam. Mondjuk már tudom, hogy miért nem forrasztották ezt. Ugye ezek a hosszú fémpálcák úgy elviszik a hőt, hogy egy öröm ezt forrasztani. Az ilyen, hát nem szép, de végigmértem és mindig működik. Most beszereljük és megnézem, hogy mit mutat. Tehát össze van dugva. Akkor nézzük meg, hogy... És ott mutatja, hogy elég üres a tartály. Azért annyira nem üres, mert egy idáig van. Körülbelül látszik a vízszint. Tehát ő már üresnek jelzi. Na, kiszedem, megpucolom rendesen az érintkezőket. Mert néztem, hogy valamelyiken még van egy kis vízkő. Amúgy rettentően vízköves volt az összes. Először azt hittem, hogy elég lesz csak az, de sajnos nem. De hát siker. Most jön az összeépítés, és örömmel használjuk. Ja, és majd jön a szennyvíztartálynak a szétbontása is. Majd azt is felveszem. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!